Idén 30 esztendeje annak, hogy újra a református egyház kezelésébe került a Szilády Áron gimnázium. Az 1993-94-es tanév jeles volt az intézmény 1664 óta irodó történelmében. Ekkortól működteti ismét a református egyház az intézményt. A 30 éves évforduló kapcsán számtalan rendezvényt szervezett már a patinás középiskola. Palásti Károly mester pedagógus ötlete nyomán hétfőn délelőtt az egyik leglátványosabb, legtöbb szereplős esemény zajlott. A reggeli áhítatot követően a diákok nem az osztálytermekbe mentek vissza, hanem körbevették az épületet. Egy adott pillanatban pedig összekapaszkodtak, és közösen átölelték a gimnáziumot.